Sütő András azt írta, hogy mikor a fő túlsó oldalán kapott 10 percet Chicagóba, hogy a magyar nyelvről ejtsen már egy-két szót. Akkor elgondolkozott, és azt mondta Jefferson Emesinek és Johnson Csabikának, mert ők voltak a közönség. Ők voltak a közönség, ők voltak a hallgatóság. Jefferson Emese és Johnson Csabika. Ha azt mondta neki, hát jól van gyerekek, hoztam nektek Gyergyóból egy dalt, az a szövege, hogy elment, elment az én párom, le az úton, egy fűszálon. Hogyha elment, visszavárom, ejhaj, két karomba zárom. Na gyerekek, tudjátok, hány ezer éves munka egy nyelvtől, és egy közösségtől, hogy az elválásnak szenvedés terhít, nem az égre, nem a földre bízza, hanem egy fűszárra. Majd, ha megéritek valakit, annyira szeressetek, hogy mikor muszáj elmenjen, barátom, te lehúlsz a földre, és látod, hogy el tud menni egy fűszálon. Hát, megérte, hogy ezen a nyelven beszélj. Kocsmáros négy édesó, szoknyája, szolgálónak karmazsin papucsa, a gazdának rongyos a gagyája, likkas a dolmánya, dolmánya. Ez a kicsi szilváfa, szilváfa, de sok szilvá van rajta, az a vény vaszkorfa, vaszkorfa, csak két bingyó csing rajta, csing rajta. Árt a víz a csizmának, kikacának, vén ember bocskorának, korának, kisasszony papucsának, pucsának, árt az ember gyomrának, gyomrának. Egy cseppet csesziessünk, kapdossunk, itt a jó gyepet essünk, kitassunk. Itt a kocsma, hopp meg állj, itt a jó bor, most így áll, most így áll. Itt a kocsma, hopp meg állj, itt a jó bor, most így áll, most így áll.
nagyon röviden a képzőművészetet is beszeretném vonni ebbe ma estébe, és a Gödöllői Művésztelep alkotóinak néhány mese illusztrációjára szeretnék beszélni, és utána, akinek még van kedve és egy kis ideje, egy mini kiállításon meg is tekinthet néhányat ezek közül a művek közül. Egy idézettel fogom kezdeni. A művészet maga az élet. A művészetet ne csak emberi alkotásokban, hanem az egész életben keressük, és így fogjuk megtalálni életünk harmóniáját és szépségét. Ez 1912-ben mondta Körösfői Krisaladár, aki sógorával, mellette látható, és az egyik húgát feleségül vevő Nagy Sándorral együtt a Gödöllői Művésztelepnek a szellemiségét meghatározó két művész volt. De mit jelent vajon ez a szellemiség? Igazából már, ahogy meg is fogalmazta, bizonyos szempontból azt vallották, hogy az élet is egy műalkotás. És számukra a művészet az egyfajta morális elkötelezettséget jelentett. Ők nevelésnek, oktatásnak, a népművelésnek is eszközét látták, és céljaként is határozták meg. Közösségben éltek, és az egész életvitelükben is ezt a művészi közösséget valósították meg. Természetesen ezzel többször el is különültek, el is váltak, nem feleltek meg azoknak, annak a társadalmi normának, vagy azoknak a társadalmi normáknak, amelyektől egy kicsit így el is különültek. De ez egy olyan kiválás volt, hogy azáltal egy új életmódot, egy új életmintát is kínáltak azoknak, akik közéjük álltak, vagy csatlakoztak hozzájuk. Mi volt az, amit igazából szerettek volna, amit célul tűztek ki? Csak néhányat mondok nagyon gyorsan, hogy ne fussak ki az időmből. Céljuk volt, és az önismeret, a harmóniára törekvés, az, hogy erkölcsi, művészeti és szellemi képességeiket teljesen ki tudják bontakoztatni. Egy újfajta szépségeszményt vallottak, amely a természetesség és az őszintességből táplálkozott, vagy azt jelenítette meg. És az volt az egyik céljuk, hogy a bennük rejlő képességeket minél teljesebben ki tudják bontakoztatni. És ezt majd fogjuk látni, hogy a nevelési elveiknél is, és a gyermeknevelésnél is megvalósul, vagy hát látható. Ami az életmódjukat illeti, nincs rá sok időm, úgyhogy csak néhány példát hoznék arra, hogy hogyan különültek el az általános szokástól, illetve a normától, tehát például az öltözködésükben, hiszen például a hölgyek nem fűzőt hordtak, hanem reformruhát, az étkezésükben nagyon tudatosak voltak, ételeket használt, vagy ettek, vagy választottak, amit nem feltétlenül tartottak általánosan elfogadottnak bizonyos életkorban, főleg a gyerekeknek. Nagyon fontosnak tartották a rendszeres testmozgást szabad levegőn, egyáltalán a külső fizikumukat, nagyon külső-belső egészségüket és a harmóniát azt megtartották. A munkáról az volt a meglátásuk, hogy csak az örömmel végzett munkából születhet művészet. Ez egy akár mottónak is fölfogható. És hát a munka után természetesen jött a pihenés, hogyan töltötték el, ahogy sokszor dolgoztak közösen, erre is hozok majd példát, ugyanúgy együtt töltötték el a szabadidejük nagy részét is. Azért hoztam ezt a műteremképet, mert nagyon sokszor Körösfői Krissék műtermébe gyűltek össze felolvasásra, koncertre, de jártak együtt kirándulásokra, jelmezbálokra is. Már ebből is látható, amit itt nagyon gyorsan elhadartam önöknek, hogy rendkívül családias, egy igazi közösségben éltek, és nagyon sokszor a férfinői kapcsolatban is más volt, nem volt olyan szigorú a szerepeknek az elkülönülése, mint máshol. Nem olyanok voltak az elvárások. A nők közül nagyon sokan voltak, akik alkotótársak voltak, és a férfiak is időnként kivették a részüket olyan feladatokból, amelyeket talán más társadalmi rétegekben, a társadalom normái szerint kevésbé tettek meg. Erre hoznék egy idézetet, és ez már a következő képhez kapcsolódik. Látható, hogy igen népes családja van Körösfői Krisaladárnak. A sogora írta róla.
Aladár tökéletes családapának bizonyult. Oly szakértelemmel turkált a kisfehér nemük között, oly megvesztegető ügyetlenséggel gombolta, amit kötni kellett volna, és kötötte, amit behajtani kell, hogy kaján örömmel élveztük jóindulatú ügyetlenkedéseit. Később persze nagy gyakorlatra tett szert, mert a kisbölcsőben periódikusan mindig volt két csillogó szem és két motoszkáló kiskar, alig hogy az előtte való talpra állt. A gyermek nagyon fontos szerepet játszott a gödöllőiek életében, sok gyerek is volt, és ugyanolyan jogok illették meg, mint a felnőtteket. Az eddigi képeket a Vasárnapi Újság 1910-es évfolyamából vettem. A mellette lévő Nagy Sándor Lika Károlyhoz küldött képeslapja azonban a kézirattárunknak egy kincse, amit most találtam, és nem nagyon láttam még a fényképek között gödöllőieknél. Elég halvány, de talán kivehető, hogy az asztalán ül egy férfi, és legalább egy kislány alakot lehet látni az ablak alatt. Én azt gondolom, hogy ezt saját családjáról küldte újévi jókívánattal Lika Károlynak Nagy Sándor. Ő maga, ez korban is kijön, hiszen 3 éves lehet körülbelül az a kislány, akit látunk, és amikor 1904-ben megszületett a lánya, akkor ezt írta ugyanúgy Lika Károlynak. Ez is mutatja, hogy milyen fontos volt, és milyen szeretettel várták a gyerekeket. Megjött a kis várva várt. Olyan kicsi-kicsi. Lányka, szeressétek hozzánk őt is, hiszen annyi ideig vártok az ablakban. És ami pedig a gyermeknevelésére vonatkozik, ő azt vallotta egy nem sokkal később írásában, hogy a gyermeknevelése az nem a fogantatásnál kezdődik, hanem a szülők egymás iránti érzelmeinél. Ezek után talán nem meglepő, hogy a gyermek nagyon sokszor kerül elő témaként a festményeken, de nem csak mint ábrázolás, hanem nagyon sokszor a gyerekeknek készítenek valamit. És mivel úgy vélték, hogy a gyermekek fejlődéséhez a tárgy és az egyáltalán a környezet nagyon meghatározó, nagyon nem mindegy, hogy milyen tárgyakat és milyen környezetben látnak, ez az ízlésüket, az esztétikai ítélőképességüket is majd meghatározza, befolyásolja, ezért különböző iparművészeti alkotásokat készítettek. Itt lehet látni a gyermekszobatervet, illetve mellette Undi Mariskának egy gyermekjátékát, ez 1904-ben nyerte ezt a díjat, második díjat, és itt nem állom meg, egyik tanulmányban találtam Baudelaire gondolatát, hogy ezt megosztom önökkel, mert nekem nagyon tetszett, és ehhez kapcsolódva hivatkoztak rá. A játék a gyermek első beavatása a művészetbe. Azt gondolom, hogy például egy ilyen gyermekjátékkal ez elég jól indítás hozzá. És akkor eljutottunk oda, amiről igazából szeretnék beszélni, és ígérem, hogy már nem leszek hosszú. Nagyon sok könyvillusztrációt és mesekönyv, illetve meseillusztrációt készítettek. Én igazából két alkotónak a műveiből készítettem egy pici válogatást, Nagy Sándoréból és a feleségéből. Az elsőként két munkát mutatnék be. Halász Ignácnak volt egy Móka bácsi meséi sorozata, ez a harmadik sorozat, az első kettőt nem Nagy Sándor illusztrálta, de megtartotta ugyanazt a lapbeosztást, tehát tulajdonképpen illeszkedett a sorba. Ez 1900-as évek elején jelent meg, és a mellette lévő az 40 évvel később, tehát már nem a gödöllői művésztelep időszakából, aki írta Kovács Dénes, ő egy erdélyi író és tanár, aki 1925-ben költözött Gödöllőre, és az ő Góbé meséit illusztrálta aztán Nagy Sándor. Igazából szeretném azt is bemutatni, hogy milyen sokféle illusztrációt készítettek, és azt is majd egy mondat erejéig, hogy mennyire fontosnak tartották azt, hogy a gyermek korához is megfelelő illusztrációt készítsenek. Ez főleg a feleségére hoznak példát, aki az unokájának, már nem a kislányának, de az unokájának 6 mesekönyvet készített. Az elsőnél még nagyon egyszerű formákat, nagyon éles színeket használt, vagy erőseket, és nagyon keveset, élénk színeket. A 6. már apróbb történeteket is. Ez nem abból van, hanem egy 1899-ben megjelent mesekönyvből, és rögtön utána mutatnék egy másikat is.
ami két szempontból, vagy két okból választottam, ez 1903-ban jelent meg. Egyrészt azért a kis mondatért, amelyik a harmadik oldalon olvasható, ahol nem csak a mesékre hívják fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a képeket is tessék megnézni. És most mindjárt kifotoztam még párat, hogy azt hiszem jó tanács volt, mert ezek is abból a könyvből vannak. Szintén föl szokták rá hívni a figyelmet, hogy Krisla ura nagyon sokszor ábrázolja azokat a tárgyakat, játékokat, eszközöket, amelyek a gyermekvilághoz tartoznak. Itt is lehet látni párat, akár a sétáló iskolatáskát, akár pár játékot ott jobbra fönt. És akkor ami miatt igazából őket választottam, illetve ezt a címet adtam ennek a pici bemutatásnak, az a Tündérvilág a Városligetben című mesekönyv, vagy ifjúsági regény, és azért a rajzolták Nagy Sándorék. Tehát ez tipikusan az a könyv, amit ketten együtt illusztráltak. Maga a szerző, ez 1913-ban jelent meg, a szerzője tanítónő volt, később lett író, amikor a férje és a nagyobbik fia meghalt, és rendkívül vallásos lett, számos katolikus nőegyletben, illetve egyletben tevékenykedett, ez majd az illusztrációkon is egy picit vissza fog köszönni. De még egy idézetet hoztam, és igen, befejezem. Lányukkal készítettek egy interjút, aki úgy emlékezett vissza, hogy amikor ezt illusztrálták a szülei, akkor a mindenes cselédjük éppen elutazott a rokonaihoz, és akkor így emlékszik vissza, hogy közben mi történt. Tehát ez már ugyanebből való közben. Akkor anyám tejbedarát csinált almakompottal, és csak az volt az ebéd, nem volt nagy főzés, mert akvarelleztek, meg rajzoltak egész nap mindketten. Ha anyám valamit magától kedveskedésből csinált apámnak, azt igen. De nem várta el tőle, hogy kiszolgálja. Sőt, apám maga gondozta a saját ruháit. Anyámnak mindig volt segítsége, aki főzött, takarított és a kertben dolgozott vele, ő csak annyit csinált, amennyire kedve volt. Néha meg rájött, hogy elővett egy könyvet, emlékszem például, hogy egy Ibsen színdarabot olvasott, akkor leült egy sarokba, és nem volt sem ebéd, se semmi, mert amíg ő azt el nem olvasta, addig föl nem kelt onnan. Ezt is még ugyanabból a kötetből válogattam, ezt pedig ezzel azt szeretném illusztrálni, hogy nem csak teljes oldalakat illusztráltak, hanem záródíszeket, fejléceket, adott esetben iniciálékat, vagy pedig szövegeket körbefoglaló kereteket is készítettek. És most itt lenne az, ahol be is fejezhetném, de még négy példát szeretnék önöknek hozni, ígérem, hogy már nagyon gyorsan. Olyan meséket is illusztráltak, amelyek nem kifejezetten gyerekeknek szóltak, és még ezt is szeretném nagyon gyorsan, most már csak a férjének a munkájával bemutatni. Az első, az 1914-ben adták ki, a szerzője igazából egy mezőgazdász volt, egy gazdászember, aki nagyon fiatalon meghalt, és a szülei az ő hobbiból írt meséit jelentették meg, kegyeletből, és hát emlékül Nagy Sándor illusztrálta. A másik, az egy véletlen találat volt. Tolstojnak lefordították, 1921-ben jelent meg, egy 21 apró dialógusból, illetve jelenetből álló kis munkája, amelyhez szintén Nagy Sándor készítette az illusztrációkat. 5 ilyen beragasztott illusztráció van. Ebbe gyerekek tesznek föl kérdéseket az élet nagyobb, mi a sajtó, mi a sajtószabadság, mi az adó, amelyet így kommentálnak, hogy akkor úgy van, ugye, hogy mennél több pálinkat isznak, annál több az adó. Tehát, hogy körülbelül ilyen kis apróbb megállapítások vannak, ezeket választották ki az illusztrációhoz. És az utolsó kettő, amit be szeretnék mutatni, az egyik egy temesvári tanárnak a mesekönyve, a Napfiak meséi, ez is az 1910-es években jelent meg. Ezt azért választottam, mert az első három mesét a gödöllői művészeknek írta és ajánlotta. Az első az a Szívetlen királyfi, és ezt Nagy Sándornak írta, azért is írtam oda, hogy ez a szöveg szerepel az ajánlásban. A következőt Körösfői Krisnek, és a harmadikat pedig Juhász Árpádnak. Van még több benne, de azt már nem dedikálta, vagy nem ajánlotta. És az utolsó, ez időben megint előreugrunk, vagy visszaugrunk 1903-ra. Ismét egy
közös alkotás. Ez most a Körösfői Kriss és Nagy Sándor közös alkotása. Korongi Lipik Elek, vagy Kál Lipik Elek költő volt, művészeti író, illetve miniszteri osztályvezetőnek felelhet meg most. Nagyon támogatta a Gödöllőieket, és az ő albumát, vagy verseskötetét adták ki. Ez 4 részből áll, és úgy van, hogy 2 részt Nagy Sándor, 2 részt Körösfői illusztrálta, egyébként felváltva. Ez most a Nagy Sándor illusztrálta, és pont a második résznek az a címe, hogy Mesék. Úgyhogy ezt nem bírtam nem megmutatni. Én ezzel nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.